A korábbi ciklushoz hasonló szerkezetben működik a jövőben az önkormányzat képviselő testülete, már ami a bizottságok számát illeti. Változás azonban, hogy a korábbi egy főállású alpolgármester helyett két társadalmi megbizatású alpolgármestert javasolt a testületnek dr. Bóka István polgármester. Hári Lenkét és Holzer Andrást titkos szavazáson választották alpolgármesternek. A 12 tagú testületből mindketten 11-11 szavazatot kaptak. Ezt Pálfi Károly szavazat számláló bizottság elnöke jelentette be. Majd a két alpolgármester letette az esküt. A képviselők elfogadták az alpolgármesterek bérezését is. Ennek értelmében havonta a bruttó 314100 forint illetmény mellé havi 47100 forint költségtérítés jár egy alpolgármesternek Balatonfüreden. Hári Lenke alpolgármester a humán területtel, Holzer András az idegenforgalmi területtel foglalkozik majd a következő öt évben a bizottságok számában és azok elnevezésében nincs változás. Továbbra is négy bizottság működik majd. Ezek elnökeit és tagjait is megválasztotta a képviselőtestület. Az öt tagú jogi közrendvédelmi és ellenőrző bizottság elnöke Nagy Jenő, a hétfős pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke Börös István lett. A Humán Erőforrás Bizottságot továbbra is Molnár Judit vezeti, ez a bizottság kilenc tagú. A Településfejlesztési Bizottság élén sincs változás, Páfi Károly névezetheti a következő öt évben is a munkát a héttagú bizottságban. A csütörtöki testületi ülésen a bizottsági elnökök, a tagok és a külső tagok is letették az esküt.